No, hát szép jó estét kívánok mindenkinek, én Gyurmi vagyok, és köszöntöm a Gyurma figurákat, és van egy bejelentésem, ugyanis van itt velem egy Gyurma cimbora, Gabesznak hívják, van neki is YouTube... Szia, szia Gabesz, van YouTube csatornája is, nagyon próbálom normálisan kimondani, nem biztos, hogy sikerül, de akkor Gabesz majd segít, de szexe, és mond tovább Gabi, hogy mi van. Deszexe 21. Tehát Deszexe 21, de hogyha majd végigjátszottuk a játékot, mert nagyon szeretném befejezni ezt a játékot, mert nyomasztó, de egyben jó, de már szeretnénk a végére jutni, és akkor, amikor majd másnap látjátok a játékot, a leírásba a Gabinak a csatornáját is le fogom írni, mert ő is végig tolt ezt a játékot, és ő is úgy parázott, mint én, persze egy kicsit másképp lehet, hogy jobban lehet, hogy kevésbé. Nagyon félelmetes volt nekem ez a játék amúgy. No, hát akkor menjünk egy continue-t. Egyébként nem jelenik meg így izén YouTube-on, mármint így tévén a live, hanem izén látom PC-n. PC-n látod? Aha. És nem hallom a hangot, de mindjárt kipróbálok valamit, hogy bedugom a fülest. Aha. Hát elvileg kéne hallanod a hangot, mert ugye most, hogyha valaki YouTube-on... Mármint a játék hangját nem hallom. Ja, a játék hangját még nem láthatod, mert most fogom elindítani a tévét. Konkrétan most kerültem ide, ahol vagyok. Most arra lennék kíváncsi, Gabi, hogy neked mennyi a csúszás, azt már látod, hogy itt vagyok a fürdőszobába? Persze, azt látom. Oké. Na hát akkor nyomjuk a vakert. Az a lényeg, hogy ezt felveszük, ezt az elemet. Meg el is rakjuk, meg fel kell vennem ezt a képet is, azt tudom. Mert ez kell ugye majd a démonnak a kiűzéséhez. Azt nézzük már meg azt a papírt, amit mondtam. Egyébként ezeket nem vetted föl, amit most fogsz a kezedben. Tennap felvettem. Most vetted föl? Nem, tennap is felvettem, komolyan. De mindegy egyébként. Jó, oké. Na menjél vissza abba a bohócos szobába. Jó, megnézem, hogyha... Én se vettem föl azt a papírt, amit én most akarok neked megmutatni. Aha, amúgy. De egyébként enged konkrétan visszamenni abba a szobába? Persze, hát az egész házat bejárhatod. És muszáj is lesz, mert a végén lesz egy ajtó, hogy ezeket össze kell neked gyűjteni. De igen, azt tudom, de várjál azért, ne spoilerezz annyira. Ja, igen, ez volt az a szoba, ahol a frász jött rád, és ott van a nő, ott fekszik. Hát abszolút te ott van a nő, igen. És egyébként komolyan mondom, paráztam attól. Ez a részem, hogy ez engem is kicsinál, tehát én erre nem számítottam. Hát ez nagyon jól meg volt csinálva. Hát erre senki se számított, Gabesz, mert az volt, hogy én tennap ide mentem a tévéhez, és akkor így megjelent valami felvétel ott, tudod, csak nem foglalkoztam vele. Igen, hogy ott látod a nőt egyébként. Igen, igen, de te a te végigjátszásodon láttam is, hogy ott van a nő. Én meg itt elkezdtem itt, mint a kis hülye gyerek, hogy lá, mondom, elkezdek matatni a fiókokat, kihúzom, és akkor egyszer csak megfordultam, és full benne volt az arcomba. Hát, nagyon jól az meg kirázott a hideg, és elállt a lélegzetem, meg minden. Nagyon durva volt. Jó, erre nem tudok menni. Figyelj, egy kérdésem lenne, és köszi egyeket, hogy velem tartasz így a harmadik részben, és egyben remélem, hogy a befejezőben is. Ugye ez a kis hölgy, aki ott üldögélő, most nem fog rám támadni. Nem, de még nem halt meg. Jó, én azt hittem, hogy meghalt, de még nem, úgyhogy... Hát azt gondoltam egyébként, hogy azért ilyen könnyen nem ússzuk meg a dolgokat. Csak az a lényeg, hogy ő most ott maradjon nyugton, amíg én egyébként innen... Egyébként baromi ijesztő ez a nő. Tehát hát nekem az. A hátam feláll a ször mindig, amikor megjelenik. Nagyon hát az. Para. Az. Úgy, ahogy mondod. De most itt hagyjuk a nénit. Mert arra úgyse tudtam volna menni. Egyébként figyelj, ha belegondolsz, már eleve az para, hogy ránézel ezekre a képekre,
Hát mik ezek a képek itt a falon? Hát egyik borzasztóbb, mint a másik, De baszki. nem csak a képek, az egésznek a atmoszférája félelmetes, a légkörnek, az egész játéknak, és nagyon jól meg van csinálva, és az a durva, hogy minden tényleg, és a grafikája is nagyon jó, Nagyon szép a grafikája. mindent valóságos méretbe látsz, tényleg nem érzed azt, mint más játékban, hogy hosszabb a karod, vagy mit tudom én, tudod, mint az Impatient-ben, hogy nagyobbnak éreztem én ott mindent, mint ami valóságban. Az Impatiennel én nem játszottam egyébként. Egyébként Vagy most hogy jött, mondjam, tehát de tudom, melyik játékra gondolsz. Figyelj, most jöttem rá, hogy itt konkrétan el tudok jönni a szekrény mellett. Ezt tegnap nem is próbáltam. menjél be a bolcos szobába. Fordulj meg. Várjál, elvileg itt vagyok, a bolcos szobába. Igen, ott menjél arra. Megyek meg, figyelj csak, itt egyébként látod, itt van ez a kéz. Ez a erre felé lévő kéz, de ez még itt nincsen nyitva, de majd gondolom, majd nyitva lesz. Ajaj! Ó, Gabi, bazd meg, ez kezdődik. Hát itt van a csávónak a feje, aki ott volt a szekrénybe. Ezt ugye vágod? Hallod, Gabi? Hallom, hallom. És az Jó. a baj, hogy itt majd Ne körbe mondj! kell majd menned. Jó, de várjál, de nem mondj semmit majd, hogyha... Vedd föl a fejet. Fel tudod amúgy így meg tudod fogni. Ne hülyeskedj már. Hát vedd föl, nem van a földön. Legurult. Jézusom. És amúgy ez nagyon beteg, de ez tényleg. És jó meg van csinálva szerintem. Hát ez nagyon. Baszak, az ki az? Jézusom. Hát a padlásoktól mindig is írtóztam. Ez nagyon durva ez a játék, apám. És valaki mondta, hogy ez nem félelmetes. Én nézegettem fórumokat, és írták, hogy hát ők ezen nem fostak. Hát. Engem, aki Ez már így gyönyörű, hallod? Zseblámpa nélkül. Ez gyönyörű. Jó, akkor mondjuk vegyünk elő egy kis elemet. engem, aki ilyen kőkemény horror rajongó, engem ez a játék kicsinált. Tehát. Én is bírom Az egyébként a horror. Ördögűző című játék csinált engem még ki. Amúgy azt is majd vedd meg. Az melyik az, amikor többször kell kopogtatni? Nem az a Don't Knock Twice, vagy mi a neve. Nem ez a Exorcist, vagy hogy kell mondani, az az Ja, ördögűző. hát hallod, nem tudom, azért most, hogyha Ezt ezt még a Misi letol... is bemutatta. Igen, azt tudom, Hogy Gab, ezt... Igen? egy epizód 2200 forint. Tehát Igen, még, azt... hogy megveszed az elsőt, és ha nem tetszik, akkor max buktál 2200 forintot. Igen. Tehát még nem is akkora összeg. Na, ha felveszem ezt a papírt, tudod, hogy akkor fog valaki belemászni az arcomba. Ott a kislányom úgy. Igen. Sír ezerrel. Hát figyelj, ami még nagyon horror volt, tudod, az a kazetta is, amit le kellett játszanom. Meg figyelj, nézd meg, hogyha hátra nézek arra babára. Hát milyen undorító, figyeld már. Látod? De nézek, Látom. ez így nagyon horror. Na jó. Mond kis... Már csak az kéne, hogy megmozduljon kb. Hát akkor összefosnám magam. Mond kis kócos, hol van a Why did mamád? you do it, Blake? Why did you kill them? We're all alone. Remélem, hogy lehet engem a videóban jól hallani egyébként. Szerintem simán. De még No, I can't. egyelőre szerintem nincsen visszacsatoló. A kurva életbe! Mi történik? Mi történik? Ja, itt is van egy ilyen bábú. Gabi. Itt van egy tárgy, elvileg ezt itt fel lehet, azt hiszem, ha jól emlékszem, venni. Itt néz körül, itt a kislány volt. Itt van, azt hiszem, az egyik ilyen felvehető tárgy, ha jól emlékszem. Aha. Én megpróbálom, de konkrétan remeg az egész kibaszott ház. Vagy lehet, hogy nincs itt. Azt se tudom, hogy neked mik hiányoznak, tehát. Nekem nem tudom. Lehet, hogy semmi, vagy nem tudom, hogy mi hiányzik. Fú, menjél utána
a íze kislány után. Jó, megyek, de egyelőre konkrétan befosok. És szerintem ez a gyertyatartó kell nekem. Nem, nem tudom felvenni. Akkor menjél tovább. És ezt se tudom kinyitni. Semmit nem tudok vele csinálni. Akkor, akkor hagyjad. Jó, akkor megyek a fenébe. Fú, apám. De majd megnézzük, hogy mi hiányzik neked, mert szerintem nem vettél föl mindent. Figyelj, mutatom neked a könyvben mi van. Látod, itt van. Felvettem a vudu babát, a képet, a bárdot, a gyertyát, és itt van. Tudod, mit nem vettem fel? Azt láttam a te végigjátszásodban, hogy ez a üvegbe, ebbe kell anyag. És ez a fürdőkádba volt, ahol a kutya volt. És nekem nem volt ott. De lehet, hogy azért, pedig, mert konkrétan nem néztem meg jól. Pedig annak ott kell lennie. Hát gondolom. És szerintem még egyet nem vettél föl, a születési anyakönyvi kivonatot. Azt se vetted föl. Valószínű. Azt tudod, hogy az ízében van ott, ahol megijedtél, mikor lekapcsolódott a lámpa, és a kislány ott volt a szobában. Ott van, ahol volt az a földgömb. Arra emlékszem, amit így görgettél? Nem már. Újabb hangok vannak. Te Jézus Atya Úristen, bazd meg. Ez ugye nem fog megmozdulni, ez a kibaszott baba itt. Nem. Meg ez a fej se. Most merre az anyjába ment? Hú, az a baj, baszik, hogy nagyon durván izzadok. Ez... Kobesz, én azt hittem, hogy így könnyebb lesz, hogy itt vagy velem, de bazd meg. Ez ugyanolyan mocskos, undorítóan parázó. Itt majd, akkor majd menjél balra. És majd megint balra, mert ott a kislány. Ott a kislány. Csak le kéne mennem oda hozzá. Amúgy berángatja abba a szobába, ahova nem tudsz majd bemenni, amíg össze nem gyűjtötted a tárgyakat. Hát az anyádat nem... De menjél nyugodtan egyébként utána, ha gondolod, tehát utána még vissza tudsz jönni. Nem, itt vagyok de... Itt vagyok. Jó, a földgömbös szobába, azt mondtad, hogy itt van valami. És akkor... Bal oldalon, mikor belépsz az ajtón, bal oldalon rögtön van az a szekrény, ott van a születési anyakönyvi kivonat, azt föl kell venned. A bejárati ajtó mellett lévő szekrényen. Okay. Ez nagyon csúnyán el van dugva amúgy. Figyelj, én ezt becsukom ezt az ajtót, mert itt nagyon, nagyon hülye hangokat hallottam, hogy ott... Tehát itt van a földgömb, oké. Itt ugye nem tudtam semmit kinyitni. Itt van egy papír, ez a papír is kell nekem, tuti. Az a izé, az a sárga papír, a... hogy le kell játszanod a felvételt a kandallóba, azt hiszem az van ráírva. Jó. Ezt mondtam, hogy ezt nem vetted föl. Igen, ezt nem vettem fel. De akkor is le tudtam menni a kandallóba, mert valaki írta, hogy ott a kazettát kell lejátszani, meg zöld színűt. Azt hiszem, vagy a Gyuri volt, vagy a Benji volt. Ezt nem tudom még kinyitni. Na mindegy, vedd föl a szekrényen azt a papírt. Melyik? Itt ezt? Ami ott a bejárat melletti, rögtön balra, amikor belépsz az ajtón, ott az a szekrény, ott van rajta a papír. Jaj, látom. Látom. Na, menj a picsába. Láttad, hogy hogy rángatta? És akkor elvileg még egy kell, nem? Ami... Figyelj csak. Jaj, ne! Én becsuktam. Gabesz, én becsuktam az ajtót, ez miért nyílt ki? Nem tudom. Fú, bazd meg. Édes Istenem.
És az a durva, hogy nincsen nyugalmad ebben a játékban, tehát egyfolytában fenntartja a feszültséget a játék, és ez a jó. Akkor nézel egy filmet, akkor is az a jó, amikor egyfolytában fenntartja. Más horror játékban pedig viszont így nem tartja fönt el. Menjél be ott balra? Igen, ott, ahol volt ezt nem vettem föl. Az Isten itt neki! Hát ez a kurva kutya már egyszer engem már megugatott, most miért ugat meg még egyszer? Hát ettől most azért ijedtem meg, mert ez már itt egyszer voltam. Viszont ezt nem vettem fel, és ezt tudom, hogy fel kell vennem. Igen. És elvileg akkor így megvan az összes, amit fel kellett venni. Igen. Én egyébként az óránál akadtam el, mert a fene se gondolta volna, hogy be kell állítani éjfélre. Tudod, ami aha, a játék igen, azt néztem. Van. Igen. Én akkor akadtam el. De azt nézzük már meg azt a papírt a bohócos szobába. Menjél oda de vissza. De nem tudok elmenni. Hát mert tudod, lejött a... De körbe tudsz menni. Menjél le a lépcsőn, és a másik oldalon meg gyere. Igazad van, ott tényleg. Így egyenesen. Nem csak kíváncsi vagyok, hogy ott van-e tényleg az a papír. Oké. Okay. Mert elvileg ott van, mert megnéztem videóban, és akkor jön elő egy olyan jumpscare, hogy atya jég, tehát így, amikor hulla van azon az ágyon, és egy ilyen keresztet tart a kezében. Ne basszál föl. Csak akkor tudsz elvileg majd bemenni abba a szobába, ahol azt föl kell venni. Ez nem kötelező, mert én úgy tudom, hogy ez csak egy ilyen mellék, de mert ezt én se találtam meg amúgy, ezt a papírt. És elvileg ilyenkor más lesz a befejezése. Igen. Én úgy tudom. Mert kettő vagy három befejezése van. Óriási. Nem csak kíváncsi vagyok, hogy ott van-e az a papír egyébként. Arra menjél, balra. Itt vagyok. Arra, úgy. Jaj, ez a kurva zene. Ja, Istenem, bocsánat, hogy káromkodok, ne haragudjatok, de ezt a feszültséget, ezt nem bírom. Figyelj, fogalmam sincs, hogy mi az a O betű, meg K betű, ott látod, itt is van valami. Menjél be azon az ajtón, ami ott van jobb oldalon. Mert én leállítom ezt a csodálatos zenét, jó? Állítsd is le. Amúgy ez nagyon para ez a zene. Akkor először ide bejöttem, én iszonyon féltem itt, tehát így... Itt van egy kazetta, vagy mi a szar. Ezt fel is tudom venni. Mindegy, azon az ajtó menjél be, és ott lesz a földön az a... Mert ezt lehet, hogy le kéne játszanom. Várj egy kicsit. Miért nem játszol le nekem? Aha, most lejátsza. Rakd bele. Uff. Tessék? Látod, mi történt? Hova tűnt a bohóc, bazd meg? Hát az előbb ott állt még. Szerintem ez egy bug egyébként, mert ennek nem kéne eltűnnie. Vagy igen, én nem most... tudom, hogy ez normális dolog, hogy így eltűnt. Én nem tudom, de ezzel a kazettán semmi nincs, hogy mi ez itt? Lehet, hogy emiatt tűnt el, hogy ezt beleraktad? Lehet. De hát, ki se tudom venni. Te jó a szagú úristen! Mindjárt megjelenik a hátad mögött. Ne szívassál már. Én nem tudom, mert nekem ilyet nem csinált. Tehát én... Ez valami bug lesz szerintem. Nézd meg ezt a hülye fénytechnikát? Ott a elemlámpának basszus a fénye, látod? Figyelj, az a legdurvább, ezt kinyitod és mondjuk itt... belenéz a pofádba. A kislány az itt közlekedik konkrétan. És elvileg itt lesz jobb oldalon alul a papír, a földön. De nincsen. Nincs a földön? Nincs, nézd meg, sehol semmi. Látod? Nincsen. A másik oldalon, mögötte. Nincsen. Baszd meg, itt van. Ott van tényleg? Igen. Ne. De hogy ez amúgy úgy el van dugva, hogy
nem nézem meg a videót, akkor erre rá se jövök. De Gabi, ez most mi lesz, ezt felveszem? Vedd föl! Édes Istenem. És csak azt nem tudom, hogy az ajtóhoz a kulcs az hol van. Mondjuk nekem van egy ötletem, hogy hol lehet az a kulcs. Látod, és akkor rajta vannak a papíron a kereszt, meg a többi. Gabi, ezt felvettem. És elvileg a másik oldalon jelent meg. Igen, megjelent valami fog. Nézd meg, annyi történt, látod, hogy az üres szarba került valami, látod? Az előbb ott üres volt. És belekerült az üres üvegbe ezek a bogyók, amit a harapos kutyánál találtam. És itt meg van a kereszt, meg valami fog került bele. Itt a kandalló, ide nem tudom, hogy kell-e valami papír. Azt nem tudom, hogy az egyik az egy kefe. A kefe az ott a lépcsőnél van, azt tudom, mert azt fölszedtem. Gabi, most merre menjek? Tudod, hogy hova menjél? Hogy hol lehet a kulcs? Fú, ott, ahol a nő jött feléd, ahol hallottad legrosszabb azt a kopácsolást, ott a sarkon. Arra emlékszel? Ott, ahol eldőlt az a szekrény. Igen. Menjél oda, mert szerintem ott lesz a kulcs, mert most így megjelent ott a kulcs. Ha jól emlékszem, akkor ott szedte föl a videós. Merre mennél? Menjél visszafele, ne erre. Jó, erre amúgy se tudsz menni. Igen, oké, csak mondom, megnézem, hogy mi a helyzet, meg itt olyan biztonságban érzem magam egyébként. Jó, és semmi nincs. Oké. Meg arra rájöttem, hogy a kék fény az arra jó, tudod, hogy így a falon, hogyha valami van írva, akkor... Igen. Hát hallod ezt, hogy így eltűnt ez a bohóc szar? Ez csak úgy vicces. Ha felszeded azt a kulcsot, mondom, akkor be tudsz menni abba a szobába, ahol az a hulla van. És az egy baromi ijesztő rész egyébként. Én sajnálom, hogy az én végigjátszásomból az kimaradtam úgy. Hát én videó keresztül megijedtem. Nem már! Tehát... Nem már! Mi ez? Mi a faszom ez? Mi ez? Menj innen, mert a szellem elkap. Mi van? Elkap a szellem? Kire ez a hideg, bazd meg? Itt az ágy, bazd meg! Jézusom, én nem szoktam ilyen csúnyán beszélni. Figyelj, itt volt az üveg. Itt volt az üveg. Igen, de az egyik ilyen mellék dolog. Mármint azon a papíron, amit te felszedtél most. Mert ez azt hiszem nem kötelező ezt felszedni. Igen, és itt majd menjél majd jobbra. Mert itt voltam, amikor a nő jött feléd. Ott igen, a saroknál. Igen, és akkor be kellett mennem abba az ajtón, ahol ilyen mindenféle piros, meg minden szar folyoson közlekedtem. Nézd, itt van az a kis szekrény, ott a folyoson, ott nézd meg a kulcsot. Ha jól emlékszem, akkor ott van. De csak akkor lesz itt, azt hiszem, amikor felveszed ezt a papírt. Igen, ott a folyoson, nézd meg azt a kis komódot, vagy mi annak a neve? Ez itt? A lámpa van. Aha, nincs rajta a kulcs? Nincs. Nincs, csont üres. De én valami kulcs, és látod, itt sincs. Akkor hol vette föl a kulcsot? Aj, nem tudom. Merre menjek? Jaj, itt van benne a csaj. Akkor... Az a baj, hogy nem tudom, hogy ezek a cuccok amúgy hol vannak. Figyelj, az a legjobb, hogy elmegyek arra, merre a kislányt behúzta. Jó van. De mindegy, igazából a papír az megvan, tehát... Csak jó lenne látni, ahogy te összefosod magad annál a izénél, hát köszi. Annál a hullánál. Köszi. De majd nézzél róla egy videót, mert egyébként iszonyú para az is. Csak nem tudom, hogy vagy lehet, hogy az ajtón már ott akkor be lehet menni.
Figyelj, nem tudom. Nem tudom, de én ezt nem hiszem, hogy Gabi ma végig tudjuk játszani. Menjél át a konyhán. Várj egy kicsit, az ajtó. Megnézem, hogy ezt a kilincset le tudom nyitni elvileg. Ja, nem tudom, csak... De! Ó! Figyelj, ez például milyen érdekes, hogy neked volt ilyen, hogy itt feje tetején állt a szék. Igen. Mindig változik máshogy. Várjál, itt van, mennyi egyenesen? Itt van az ajtó, ahol a hulla van. Csak nem tudom, hogy be van-e zárva egyébként, tehát... Hol? És akkor ott föl tudod venni a keresztet. Jaj, egyébként. De gyönyörű. Hoppá, itt valami van írva. Vagy mi itt ezek a nyomok? Látod? Meg az ajtó ott balra. Ki tudom nyitni. Ezt ki tudom nyitni, és itt még nem jártam. Jajjaj. De itt jártál már, nem? Ja, tényleg az elején jártam. Ez a fürdőszoba. Igen, itt vettem fel a... nem tudom mit. Ja, itt volt egy kulcs, igen, a tükörnél. És ide hova jövök ki? Ja, itt ide itt jövök ki. Itt a másik folyosón vagy. Jó. Oké. Megnézem, hogy... Tudod, hol nem voltam? Itt, ebbe a szobában nem voltam. Itt jobbra... Igen. Itt voltam. Abba nem voltál. Na, itt van elvileg a hulla, ebbe a szobába. Itt voltam. Jó. Ez be is csukjuk. Igen, ebbe? Ez a gardróból. Ebbe? Várjál, mert késik a felvétel. Igen. Az. Itt valami van nem írva. Várj, miért? Miért? Csak ez elvileg egy kulcs kell, csak azt nem tudom, igen, hogy hol van. Kell kulcs, és ettől nincsen meg a kulcsom. Várj, ja, hogy miért tényleg, tehát... Én sajnálom, hogy ez a pararész, ez ilyen rejtett ja, dolog. Ja. Igen. Fúha. Itt a matikát... És az ember tudja, hogy ott meg fogsz ijedni, azt mégis beléd fogy a szar. Az meg, láttad, mit csinált a hülye medve? Hallod, megfogtam a medvét, azt nekiugrott a falnak. De így még soha nem tudtam eldobni persze soha semmit. Most persze úgy elrepült, mint a picse előbb. Ez szerintem egy bug, de az a bohóc az érdekes volt, hogy úgy eltűnt egyébként, tehát... Hát az úgy eléggé. Ez... Jaj, Globesz... Na mindegy, sajnálom, hogy ezt így nem tudjuk megnézni, mert nem tudom, hogy hol van a kulcs, ahhoz még egyszer végig kéne játszanom, hogy megtaláljam. De figyelj, átmentem az ajtón. Vágod? Figyelted? Figyelj, kicsit lenyomtam, és el tudok menni az ajtón, figyeld! Ez már milyen? De csak ezen az ajtón? Nem tudom, most ezen is kipróbálom, de hát ez tök para. Figyeld! Megnyomom. Olyan, mint a valami szellem lenni. Megnyomom, amúgy. És átvegyek az ajtó, ha elég csak megnyomnom. És akkor lehet, hogy meg tudom csinálni ezt a izén is? A bezárt ajtón is? Próbáld már meg. Menj vissza. És próbáld ki. Ja, Istenem. Olyan, mint hogyha nem is lenne itt ajtó amúgy. Nem engedi. Azt nem engedi. A francba. Csak ami így, nyithatod. De hát az óriás, hogy ki se kell nyitnom. Hát az olyan, mintha én is lennék. Szellem. De is amúgy ott abban a videóban az volt, hogy ott van a kereszt a hulla kezében, és amikor te elveszed a keresztet, a hulla így fel kell az ágyból. Aki végigvitte a játékot, az tudja, hogy miről beszélek, mert az nagyon korra egyébként. És tudod, hogy fel fog ugrani, és kajak így felül. Úristen, az kegyetlen, tehát. Nem, itt van?
Nem itt len, de nem, mert ugye itt nincs hulla. De itt voltál már, nem? Vagy nem voltál? De voltam. Itt van a hulla a szekrénybe. Igen. A csávónak a teste itt van, hát a fejét azt megtaláltad, amikor legurult a lépcsőn. Akkor te itt még nem voltál. Ja, de voltam, voltam. Igen, itt van Ben. Igen. Nagyon beteg. Nagyon. Amúgy itt úgy féltem, hogy ez, hogy is mondjam, így életre fog kelni, vagy valami. De de a ez játék milyen... ez ilyen Hallod? kiszámíthatatlan. Hát az, de nézek, ez milyen para, figyeld. Nem nyitott ki, hanem figyeld, csak kidugod a fejedet, figyeld. Tehát benn vagyok az ajtón, figyeled? Na jó, nem égetjük a villanyt. Na mindegy, akkor menjél a konyhához, és ott át kell menni. Mert arra rángatta el a kislányt. Igazából felvettünk mindent, úgyhogy... A kefe az meg egyébként itt van. Itt veled szembe elvileg az egyik ilyen felvehető tárgy. Itt? Vagy hol? Aha, itt, ott a tévé mellett van. Ha jól emlékszem. Kefe. Aha, az egyik az egy ilyen kefe. Vagy ilyen fésű, vagy mi a fene. Ott van a dobozba benne. Erre emlékszem, dobozba? Mert amikor Tényleg? Néztem a videót. Erre emlékszem. És ezzel mit de, hogy az a... csinálok? De fel tudod venni, és ez az egyik ilyen plusz tárgy. Arról a papír. De várjál, valami... Valami történt, bazd meg. Nyisd meg azt a... izét, azt a... Mit? Amiben benne vannak a papírlapok. És így ja. meg fog Jó, de jelenni az hallod? Hallod milyen hangok vannak? Nem hallom, mert az a baj, hogyha benyomom a hangot, akkor... Duplán hallom magamat, már mint késve hallom. Ja, értem. Jó. Ja, igen, megjelent a kefe. És az, hogy az a kulcs hol van, azt nem Jaj, tudom. De várj, itt több mindent össze lehet keresni. Itt meg lehet keresni a keresztet, meg még három valamit. Az egyik az emberi fej. Az a fej a jobb oldali felső. Az a csávó feje. A másik kettő az meg nem tudom, hogy micsoda. De nem, de hiába fogtam meg a fejét, nem rakta el. Mert akkor még nem vetted föl a papírt. Utána Aha. vettük föl. Aha. Hát akkor azért fölmegyek. Jó van. De hogy az a kulcs hol van, azt nem tudom. Na most nem fogok egy végjátszást nézni, hogy hol van. Nem tudom, de itt alakulnak át dolgok, vagy mi a lófasz van itt? Hallasz? Hallod őt? Hű, Jézusom, látod ott mi történik? Hol? Ha ott a szellem megjelenik, menj innen! Ilyenkor a szellem az mindig megjelenik, ilyenkor el kell menekülni. Igen? Ja, Istenem, ott van az a szar. Nincs itt a földön a fej? De, itt van, de nem teszi el. Nem rakja el? Nem. Pedig ez az egyik egyébként. De nézd nem meg, hogy... menj a gombot és elejti. Még el kéne raknia. Na mindegy. Nem tudom, hogy miért nem rakja Nem el. Lehet, hogy ezzel ijeszgethetem a szellemet? Mi? Nem tudom. Most mi van, hogyha én ezzel elkezdek már? De ide például miért nem tudok bejönni? Mert ide is valami kulcs kell egyébként, látod? Fogalmam nincs egyébként. És szerintem itt van az egyik ilyen felvehető tárgy amúgy. Biztos vagyok benne. Háj, kövesz. De itt jobb oldalon viszont egy jumpscare van, ha jól emlékszem. Mert itt van a falon a tükör. Ha jól emlékszem, itt egy jumpscare van. Menj oda a tükörhöz. Igen. Na,
Ne menj fel a lépcsőn. Itt van Itt vagy. ez a szekrény. Itt És elvileg vagyok. itt van egy jumpscare, itt meg lehet amúgy ijedni. Hát itt semmi nincs. Nem lehet fölvenni semmit? Egy kazetta van. Azt vedd föl! Nem tudom fölvenni, de fel tudom venni. Azt játszom le, mi? De jó lesz nekem. Nem játszol? De, mert játszol. De nem értem, mit mond. Na jó, figyelj. Én nem tudom, mert nekem itt egy jumpscare volt, hogy a szellem kijött a izéből, abból a tükörből egyébként. Nem mondod. Ha visszanézed a videómat, akkor benne van. És én úgy megijedtem ott is, tehát ki a fene gondolt erre, tehát... Meg fogom nézni. Uha. Na mindegy, úgyhogy... Nézd meg, arra rohad a cucc, látod? Ne foglalkozz vele. Menj a konyhába, mert arra rángatta el a kislány. Ó, faszom, ez elkapott. És mindig ide dob vissza. Mindig elvileg máshova. Most hová dobott? Várjál, mindjárt megjelni. Hát ide a daddy szobába. Ja. Majd én megnézem videón, hogy az a kulcs hol van. Komolyan, mert már engem idegesít amúgy. Aha. Na mindegy, akkor menj a konyhába. Oké. Okay. Át kell menni a konyhán. Oké. Okay. Na mindegy. És akkor igazából más lesz a befejezése, ha jól tudom. Tehát van egy ilyen alternatív befejezés. Jó. Ha beírod, hogy alternatív ending, akkor kiadja. Oké, rendben. Figyelj, nekem ez így jól lesz egyébként. Na, Verje. Ott ki van törve az ajtó, arra menjél. Verje, erre még nem voltam. Hát, erre... mert nem tudtál menni. Most jaj, már jaj. Tudsz, hogy erre rángatta a kislány. Igen. Itt van egy piros kazetta. Azt le tudom játszani, ide beállok a sarokba, itt biztonságban érzem magam. Ide? Nem tudok bemenni a sarokba. Hova menjek, ahol ugye el vagyok? És egyszerűen fosol, érted? Tehát ez annyira durva. A Resident Evil 7-hez képest kutya fasza. Az. Az nem volt ennyire félelmetes. Na meghallgatjuk, mit beszél itt. Valami szertartás. Ki van szeredve a szám? Én mondtam neked, hogy ez egy para játék, te meg hát, ha hagyjad már, mert te már nem tudsz félni. Ezen a játékon be lehet fosni azért, én szerintem. Én nem gondoltam, hogy ez ennyire meredek. Figyelj, ezt ahogy néztem a te végigjátszásodat, tehát néztem benne a végig... Már nem tudok beszélni se. Merre, hagyj ugye? Hú, de ismerős ez az érzés. Hú, de aki majd egyszer megnézi a videómat, az hallgassa meg, hogy én mennyire féltem. Tehát én iszonyúan fog... Nekem remettek a move kontrollerek a kezembe, tehát... És még mondja egy ismerős, hogy íze, hogy miért remeg a kezed. És még mondom a videóban, hogy az én kezemre meg... Nagyon durva volt, tehát... Igen. Figyelj, itt erre nem tudok menni. De majd szedd le a Don't Knock Twice-ot, meg az ördögűzőt is. Tehát hát, azon is lehet fosni. Figyelj, egyelőre meglátjuk. Na, itt az ajtó. Igen, és ott vannak rajta, hogy miket kell, és addig nem tudsz amúgy bemenni, amíg ezek nincsenek meg. De ez megvan. Megvan az összes. Igen. De meg oda is van írva egyébként, hogy szükség Igen. van ezekre, hogy bemenjél. Na, úgyhogy menjél. Ajaj, ez be is csukódott. De figyelj, nekem most nagyon hülyén áll már a lámpám is. Jó, most jó. Már össze-vissza gémberedtem. Jaj.
Kaptam bazd meg valami üzenetet. Jézusom, ezt is ki tudom nyitni. Te gobesz. Itt van a szeánsz? Aha, ja. Ez már a játéknak amúgy a vége. Jó, akkor nekem ez így jó lesz. Végig fogom én ezt játszani többször is, de ezt köszönöm, egyelőre elég volt. Várj, megnézzük a kislány. Ehely, kifogyott az elem? Na, te csap bele. Na. Nem, becsukodott az ajtó. Már de... hogyha előbb mész oda, akkor így becsukódik. Értem, de konkrétan a kislány, gondolom, ha ide jöttem volna, akkor becsapta volna előttem az ajtót, nem? Persze. Valószínű. Nem tudsz bemenni. Már hallom a hangokat. Meg figyeld, milyen fények jönnek onnan. Látod? Ott. Ott. Fölül. Az a az a tévének a fénye, gondolom. Na jó. Hát akkor csapjunk bele a lecsóba, gyurma figurák. Amúgy az a durva, hogy hogyha itt bemész, itt van egy része, ahol én iszonyúan féltem, mert majd lesz egy ilyen, mindegy, ellövöm ez a point, ne, ilyen ne sok lőd, ilyen, mint hogyha mindegy, majd meghalod. És olyan, mint hogyha hátad mögött sugna valaki, és mindig azt hittem, hogy a hátam mögött van valaki, és iszonyúan megijedtem ennél a résznél, nem tudom. Hát gondolom, itt ebbe be hát tudok VR, menni. VR-ba teljesen más amúgy. Hát persze, hogy más. Itt semmi. Semmi. Bazza, de mekkora már ez a ház egyébként, nem? Ja, ez hatalmas. Itt se tudok menni, jó. Jó, ez a játék egyébként. Igen, itt van az, amit mondtál, itt sziszeg valaki. Ez most miért dobott vissza ide? Nem tudom, ez nálam is ez volt. Be akartam oda menni, és így visszadob. Ez is egy valami bug lesz szerintem. Nálam is ez volt. Még mondtam is a videóban, hogy mi az Istenért dob vissza. De ott egyébként semmi nincs benne, úgyhogy... Nem tudom, hogy miért dob vissza, látod? Most nem dobott vissza. Itt sziszeg. Valami kinyílt. Gabi, valami ott. Ajtó kinyílt. Itt olyan érzésem volt, mint hogyha mindig ott lenne valaki mögöttem. Itt sziszeg. Egyébként a földön van egy magnó, arra mondja, hogy over here, vagy nem tudom, hogy mit mondta, hogy hey. Vedd föl a földről szól hozzád. Aha. Jó, hát ezek zárva. Az ajtó előtt van egy ilyen magnó. Azt majd vedd föl, azt hallgass meg a kazettát. És hol van az ajtó előtt? Ott voltál az előbb. Itt? Onnan hallod a sziszegést, a földről. Ja, tényleg itt van. Aha. Az szól hozzád. Én először nem is tudtam, hogy mi a Isten van itt. De úgy baromi ijesztő, tehát... A kazetta szólt hozzám? Aha, ja. Hát hallottad. Figyelj, most gyulladt föl a láng. Láttad? Mert a kazettát betettem, Gabesz. Ha ezt a kazettát nem teszem be, akkor nem gyulladt fel a láng. Gabesz. Igen. Amúgy én arra kíváncsi lennék, hogyha valaki erre tud válaszolni, hogy ez a filmek előtt játszódik. Egyébként, vagy ennek valami köze van-e a filmekhez? De melyik filmhez? De melyik filmhez lenne köze? Hát a Paranormal Activity-hez. Ja. Mert nem tudom, hogy ez egy különálló sztori-e, vagy van valami köze hozzá. De láttad azt a filmet? Csak az első részét. De... Nekem nem volt egy nagy durranás. Hát ez a játék, ez köröket ver az összes Paranormal Activity filmre. Ez egy ultra para játék azokhoz képest. Hát azok, ez nem voltak félelmetes filmek. Volt benne egy-két jumpscare, de ennyi volt. Hát
Na figyelj! Nem... Igen. Jaj, elkezdenek repedni a falak. Gabesz. Mindegy, én itt egyébként el voltam akadva egy kicsit, és rájöttem, hogy ezt a... Ott vannak a cuccok, amiket fölvettél egyébként. Igen, látod, ezeket le kell tenni, ahogy a könyvbe van kirakva, gondolom. Égesd el a könyvet. Ragd rá a tűzre. Én véletlenül... Megtaláltam a kazettát is. Három dolgot nem találtam meg összvisz. A keresztet, meg a nem tudom meg, mit. Meg valami zenedoboz lesz az, meg az emberi fej. Basszus, de a zenedoboz az megvan. Az fenn volt a padláson, nem? Vagy az nem az volt? De, és azt nem engedte, hogy felvegyem. Hát persze, hogy nem engedte, hogy felvegyem, mert nem volt nálam még ez a papír. Na jó. Az a lényeg, skacok. Ez a három. Ez így marad. Ezt azért nem is fogom megcsinálni, és azért nem is veszem fel. Tessék megvenni a játékot, megkeresse ezt a három hiányzó részt, és megnézzük majd a ti végigjátszásatokat, hogy féltek, meg hogy lesz az a befejezés, jó? Ennyi. Akkor most könyvvégetés jön? Igen, és akkor utána kell elhelyezni, és igazából... Hát majd meglátod. Oké. Gyönyörű. De én nem tudtam, hogy mi a... fenét kell csinálni, azt rájöttem véletlenül erre, hogy el kell égetni. Ú, de fantasztikusan néz ki egyébként ez a dolog így. Szeretnék hátrébb menni, de nem tudok. Kijelzi, hogy mi ez, mit kell rakni. Hogyha nézed ott lenne a köröket, igen, akkor ott látom. Van benne. És azokat kell így elkapnod a levegőbe és belehelyezni. Gabesz, ez fantasztikus. Jézusom, emelkednek fel a te... Ne! Menj innen! Ő most bántani fog engem? Jézusom, Gabesz, itt mi történik? Ragd le a cuccokat egymás után, annyit csináljál. Jó van, oké, de hát én most itt nagyon fosok. Hát a hülye kurvától már. Hát ezen már tököm ki van ezzel a nővel, bazd meg. Nagyon ijesztő, tehát én nekem a hátam feláll. Jézusom! Szegényt hányszor ölik már meg? Ezt és hova kell tennem? Most már végleg meghalt, úgyhogy... Jézusom, megjelent a démon! Ez itt pofázik nekem, hát leraknám. Hol a vudu baba? Jó van. Ezeket dobd el. De ahogy látom, ő itt nem tud engem bántani, mert benne vagyok a körbe. Most mi történt? Ez is időre van. Akkor ezek szerint igen. Úgyhogy akkor időre le kell raknod őket. Na jó, akkor most gyors leszek. Akkor most gyors leszek. Ez a játék. Ja, Istenem. Ez nagyon durva. Én majd nem hittem volna, hogy te ennyire félni fogsz rajtam. Én se. Várj, el kéne kapkonom. De tök nehéz elkapni. De az a durva, hogy nekem egy játék nem volt ennyire félelmetes. Tehát én játszottam az Outlast-tel, az Amnéziával, meg a Penumbrával, meg egyiket sem féltem ennyire, mint ezen a játékon. Ez a VR miatt van szerintem amúgy. Hát az, hát persze, hogy az miatt van. Hát benne hát vagy, öcsém. Hát a kicsen demo az milyen durva már. Hát az nagyon durva. Megjön a csaj. Most mit a kell? Aki a kicsen demót rezenisten arca tényleg végüli, hát az nem anyaszülő. Hát az is nagyon durva egyébként. Gabesz, valamit nem jól csinálok. De mindig azt kell lerakni, ami ott van. El kell kapnod a tárgyakat és le kell rakni. Ez mi a szar ez itt például? Ez minek a izéje? Hát guggolj le, azt nézd meg. Nem tudom mi ez.
Ez a gyertya lenne? Nem a gyertya. Na mi a szar kell ide? A bárd? Igen. Hogy... A bárd? Az kellett, igen. Ez mindig randomszerűen csinálja. És konkrétan... Ami mondjuk egy jó dolog. Igen, de nem mindegy, ugyanaz. Hogy mit kapok el. Úgyhogy most... legyél ügyes és kapd el valahogy. Próbálok, de... De most nem mutatja, hogy hova rakjam például. Na, ha most... Jaj, gyertya kell. Gyorsan, gyertya. Hol a gyertya? Hol anyádat? Hát elmegy a gyertya. Na. Jó, jó, jó. Megvan a gyertya is. Oké. Okay. És ugye azért kell időre csinálni, mert ugye hát a szellem meg akar ölni. Persze. De várjál, most mit kell megfognom? A babát kéne megfognom. Megvan a baba. Jézusom, a kislány tizéli. Láttad? Látom. Csak késik a tolda a felvétel egy kicsit, de egyébként jó. Basz meg, fogd már meg az úristenedet. A anyakönyvi kivonatot kéne elkapnom most. Megvan. Oké, és már csak azt a képet kéne elkapnom. Megvan a kép is. Most miért jött ki az anyakönyvi kivonat? Figyelj, már kijött minden. Gabesz. Gabesz, itt vagy velem? Itt vagyok. Most mi történik, Gabesz? Ja, képet kell. Gyere már ide. Most mi a fasz van? Jézusom, a képet. Várjál, már totál elfordultam a szobába, baszki. Hát már az ajtót néztem, hátal voltam a kamerának. Anyám... Most előről kell elkezdeni? Előről. Figyelj, mennyi az idő egyébként? Fél kettő. Jézus. De ez már a játéknak a legvége, tehát... Jó, ezt most már megcsináljuk. Figyelj, így kell néznem. Nem, ez össze-vissza mutatja, látod? Teljesen mindegy, hogy teszem le. Na jó. Megpróbálj gyors lenni. De egyszerűen nem könnyű. Nem könnyű. Tudom, halljunk ez be. Nehéz rész. A baba. Látod, most például a babával kell kezdenem. Én is káromkodtam ennél a résznél, ahogy ment. Egyszerűen nem tudtam megfogni a tárgyakat. Igen. Nálam meg az volt, hogy nem érzékelte a move controllert a kamera. Nem tudom, nálam az volt. Egyébként azt se tudom, hogy a játékban egyébként ki vagyok. Én ki vagyok a játékban? Ez egy jó kérdés. Te nem egy ilyen újságíró? Most nem kap hülyeséget mondani, vagy... Igazából én se tudom. Ezzel most megfogtál. Mi mit keresünk, mi itt valójában? Nem tudom, utána fogok olvasni. Vagy milyen szellemvadászok lennék? Nem vagy tudom. Egyszerűen csak ott voltunk az erdőbe, és ide jöttünk a házhoz. Így kezdődik el az egész. Ezt én se tudom. Igen. Még igazából nagyon ennek még története sincsen. Van valami minimális sztori, de ez több felesleges szerintem. Ez inkább ilyen parafaktoros, mi? Persze, hát ebben ez a lényeg, ez. Ez nem egy Bioshock Infinite, amiben tényleg a történet nem, a lényeg. Igen. Elkapta a kislányt, igen. A gyertya kell. De megint el fogok fordulni a szobába, bassza meg. Már azt sem tudom, hogy vagyok már megint. És most... Elkapjuk a baltát. Igen. Igen, a anyakönyvi kivonat kell. Hol anyakönyvi kivonat? Gyere ide, anyakönyvi kivonat. Gyere ide a papához. Ez az. Igen. És most középre csak a baltát tudom letenni. Nem, most megint elszállt minden.
Látod, megint minden kiszáll, de miért? És mi kell középre? A kép. Ott van. De most miért szállt föl? Gabesz, most mi van? Na mi van, nem sikerült? Nem sikerült, bazd meg. Nem értem, mi a rossz. Nincsen semmi írás, hogy... Nézem, hogy esetleg írás, hogy MA vagy valami, de nincsen semmi kírva. És tudod, hiába tettem le ide a képet, vagy hogy volt? Pedig úgy kell csinálni. Mindig azt kell lerakni, amit kijelez. Igen, és hiába csináltam ezt, látod, nem történt semmi, jó. Sikerülni fog, Gyurmi. Biztos, hogy sikerülni fog, mert sikerülnie kell. És megnézem, hogy ezeket fel tudom venni. Nem tudom felvenni, ezek most csak ide le vannak rakva, ezek a dolgok. Hát próbáljuk meg megint, hát... Nagyon bosszantó ez a rész, úgyhogy nem tudod úgy elkapni, ahogy kéne. Nem értem, hogy mi van akkor, hát lerakom, ahogy mutatja, lerakom, és mégis utána feljön az egész. De látod most milyen érdekes? Most például a gyertyát kell először leraknom. Feljön az egész, és utána azt az egyet, amit kijelez, azt kell középre rakni. És addig ott kalimpáljál, amíg automatikusan le nem rakni. Jó. Most elindult. Látod, még most semmit nem jelez, hogy mit kéne leraknom. De mindig figyeljed, hogy... Most a képet. Megvolt. Most fogja odaszögezni az ajtóhoz. Nem kicsit. Igen. Következő. Csak azt nem értem ebben az egész játékban, hogy mi ide jöttünk, és ez is itt már volt valami rituáli, de a szellem addig még nem jelent meg, amíg mi meg nem idéztük. Miért idéztük meg a szellemet? Igen. Amikor ott a kandalló mögött lementünk a pincébe. Mert mi idéztük meg, de miért? Fogalmam sincs. Most meg akarjuk állítani a szellemet. Én ezt igazából nem értem. Én se értem. Hogy azt miért csináltuk, mert addig nem volt itt a szellem. Utána jelent meg mindig. Kell a Budu baba. Ott van a koponyája. Igen. Kell a gyógyszer. Anyádat. Nézd meg, hogy pattog, látod? Nem tudom elkapni, bassza meg. Ezt nem hiszem el már. Hol van? Hát ez nagyon nehéz. Ajaj. Na jó. Na, én nem adom föl. De azért nem fogok értelemszerűen három igazét lenni, mert holnap mit mond... Nem fogok tudni dolgozni. Nekem is föl kell kelni reggel, érted? Hát de ezt most már csak megcsináljuk. Most már itt vagyunk a finishben, nem foghat ki rajtunk. Megint a Budu baba. És először egyébként... Most a Dolly Rambo eszembe jutott. Jaj, ismerem. Jaj. De ezt nem mondom ki, hogy mi a refrénne annak, mert az nem ebbe a streambe való. Ez borzalmas. Az. Na, mutasd gyorsan, mi kell még. Na mi az ott? Most nem is látom, hogy mi akar ez. A bárd, jó. A bárd? Itt a bárd, nem a bárd. Faszom.
Az a baj, hogy én se láttam, hogy amúgy az mi. A Bárd, azt látom, csak egyszer elkapni, nem tudom, hát a szobába összeverek mindent. Ez kifogott rajtad, ez a játékok, ez a vége. Hát ez ki? Pedig eddig tök szépen teljesítettem, most mondjuk úgy. Jó, mondjuk nem, össze nem tudtam szedni mindent, nem tudom miért. Azt már nem is bánom, de ez nagyon zoral. Na már itt puffog. Jó, kell a gyertya. Gyere ide, gyertya. Megvan a gyertya. Igazi ügyességi játék, hallod. Ez nekem is amúgy nehéz volt. Valahogy, nem tudom, tehát... Meg érted, nem tudom felvenni. Itt retked. A kislányt kiszedte. A szobából szedte ki, láttad? Jó. Most csak így randomra elkapok valamit, hogy hát, ha ez kell. A gyógyszer kell, ha? A gyógyszert azt elraktam. De persze, hogy nem az kell, hanem az anyakönyvi kikivonat. És megfogtam. Oké. És a fénykép kéne már csak, hogyha ide jönne. Jó, és azt mutatja, hogy mi kell középre. Most ki kell válaszolnom a sok tárgyból a dolgokat. Megvan, Gabesz, megtörtént. Na, sikerült? Sikerült. Itt... Igen, a kép kellett középre. Ja, na, csak sikerült. Itt a kislány. Igen, mert nálam van egy jó pár másodperc késés, tehát... Igen. Hát... Figyeld a kislányt. Most miért nem megy ki? Jaj, Gavesz, édes Istenem. Megnézem a nénit. Hú, abba öcsém, beleállt a kés, a kandallóvas, abban minden beleállt. Nagyon helyes. De én nem tudom, hogy ez a nő itt mit akart, mert a szellemet azt mi idéztük, meg nem ő. Tehát én nem értem, hogy ő mit akart itt. Nyugodj meg, jó? Az apát faszát, azt. Jaj, bocsánat. Lesz egy ilyen outro, elvileg. Our big front yard in front of our brand new house. Hell yeah. Ami szerintem a filmnek a kezdete. Vagy nem tudom, hogy ez igazából mi. Hey honey! Check this out! Szerintem is, mondja, hogy édesem, hol vagy? Ma a filmben is úgy volt, hogy megtalálták ezeket a kazettákat, nem? Ha jól emlékszem. Nem láttam a filmet. Azt hiszem abban is ez volt, tehát szerintem ez a filmnek egy előzménye, gondolom. Lehetséges. Itt a vége, fuss el véle. Thank you for playing. Itt a vége, vajon, fuss van, el vajon, vajon, fordulj meg! Mi van odaírva a tévére? Tévére? Mi van odaírva? Hogy thank you for playing, és alatta mi van? Várjál, nem tudom, elemet próbálom felvenni, de nem tudom. De ezt hol látod, Gavesz? Ja, itt! Mondja, a LED TV-n. Itt van, thank you for playing, please return the main menu and start new game or load another save file. Restart will take under 1 minute to display, please wait. Miért restartoljam a game-et? Ezt én se tudom. Én nem nyomtam erre rá, tehát... Nem tudom. Hogy talán... Hát most jól lenne azt mondani. Hát az, hogy please return... Nem, most nem akarom vitokoskodni itt angol tudásommal, mert az... Nincs, de az, hogy a main menübe, és kezdhetsz új játékot, vagy betöltheted a mentett fájlokat. Vagy restartolhatod, és az egy perccel...
Nézzük meg azt. Szerintem újból kezdi akkor a Nyomjál rá. szeánszot. A szeánszot, nem? Én nem tudom. Fogalmam nincs. Mert hogy ugye nem szedtél össze mindent, és akkor lehet, hogy oda dob téged, ahol te még össze tudod szedni a dolgokat. De a vég az tök Egyébként. hülyeség volt. Hát belement a kislányba, Igen. gondolom én. Igen. De hogy, de hogy a fenébe ment bele? A kép alapján, amikor. Igen. Mert ugye, hogy középre a képet kellett raknod, és nem mindig a képet kellett oda rakni. Na ez most micsoda egyébként? Most újból elindult a játék. Vagy nem tudom. De egyébként figyelj, mert ez tök érdekes, hogy nem volt olyan például, hogy kredit, hogy kik a készítői. Ja, ezen én is csodálkoztam, hogy mint hogyha nem merték volna felvállalni a nevüket, meg ezután a játék után. Hát ezután a játék után simán fel lehet használni. Mert... Hát akkor ennyi volt, tehát itt... Viszont ezeket nem is néztem, hogy... Mert nem tudtam, hogy nyomkodni kell a tévét, mert... Nem tudom, miért nem tudtam, hogy nyomkodni kell a tévét. Ezt lehet, Ez hogy... egyébként... Jaj, lehetett volna folyamatosba is. De folyamatosba volt nekem állítva a forgás. Lehet úgy is akkor, hogy folyamatosan forogsz jobbra-balra. Igen. Várj, most... Aha. Látod, most megint innen indulsz. Aha, és igen, akkor így igen. Folyamatosan forogsz. Mondjuk ez egy ilyen beszédülős. Most csináljuk meg még egyszer, hogy hát ha más a vége? Nem, ahhoz fel kéne szedni azokat a melléktárgyakat. Jaj! De várj, nem tudom kinyitni. Ja, de ki tudom nyitni. De most akkor tudod, hogy ez lesz a vége, és így lesz vége? Persze, ez a rendes vége. Igen. Majd nézd meg a alternatív befejezést majd YouTube-on. Jó, oké, rendben van. Hát egyébként ez egy zseniális játék, és én tudod, hogy mit sajnálok? Hogy nem kapott elég reklámot. Hogy nem kapták föl. Igen, pedig ezt fel lehetett volna kapni ezt a játékot, mert ezért ez nagyon ott van. És az a vicc, hogy ki meg játszott, nem ismeri, annak például nem tetszett. Neki ez nem volt félelmetes, unalmas volt, pedig ez egy nagyon jó játék. Lehet, hogy csak így végig pörögtek, tudod, végig és szaladtak. Tudod, hogy meg fogsz ijedni, és mégis beszarsz. Nálam az volt tényleg, hogy én úgy tudtam, hogy na itt biztosan lesz valami, mint a Don't Knock Twice-ban, amikor úgy is tudtam, hogy lesz valaki a hátam mögött, és úgy megijedtem. Igen. Pedig számítottam rá. Hallod, most képzeld el, az történt, ugye, hogy nem tudtam betenni rögtön a kazettát, és elkezdett jönni a szellem. Elkezdett már sötétedni a izé. Most megnézem, hogy megint a kép lesz a végén. Az még velem tartasz, most már gyorsan Persze. megy. Elvileg. Hát, de most már igazából végigvitted a játékot, úgyhogy... De én Igen. sajnálom, hogy nem kapott elég reklámot. Mert tényleg a Resident Evil 7 az úgy be volt harangozva, ez meg nem. Én erről például nem is hallottam volna, hogyha nincs VR-om. Én se. Az ember, és nem is gondoltam volna én se, hogy ez ennyire félelmetes, tehát... Én is csak úgy megvettem, mert azt mondtam, hogy horrorjáték. Én még a Orte videóját se láttam egyébként. A Misi-nek a videóját láttam, mert a Misi mondta, hogy ez egy eléggé para játék. Igen, de nem volt elájulva tőle a Misi se. De ő egyébként ezen, ő ezt végigposta. Vagy ő úgy nem mondott róla semmit. Szerintem nem is játszotta végig, mert parázott tőle. Vagy nem tudom. Mert hát azért ezt... Orte, ő azért eléggé, ő is be volt parázva, azt néztem. Igen. Majd megkérdez... Misi,
hogyha majd megnézed a videót és végignézed, akkor légy szíves, írd meg, hogy te paráztál ebbe a játékba, vagy nem. És azért az elég durva, hogyha egy olyan ember, mint én, aki tényleg már edzett horror rajongó, hogy azt ez a játék be tudta szara. Hát az biztos, szerintem... mert én nem vagyok edzett horror rajongó. Én meg már az az ember vagyok, aki már egyszerűen nem tud félni. Aha. Vagy megijedni. Tehát én már egyszerűen képtelen vagyok. De Gabesz, ez viszont olyan hülyeség, hogy... Mária, mindjárt elkapom a gyógyszert. Óha. Megvan. Ó, és most nem a gyógyszer kell. Nézzek, most a kép kell neki. Most a gyógyszert kell majd középre raknom. Ez vagy nem érdekes. Tudom. Nézd meg, most a gyógyszert kell középre raknom, Gabesz. Hát akkor rak középre. Nagyon szeretném, de az most olyan gyorsan megy, hogy hihetetlen. Nézd meg, hogy megy a gyógyszer, el se tudom kapni egyszerűen. Érdekes, hogy mindig más kell középre amúgy. Anya, megvan a gyógyszer? Na megvan a gyógyszer! Ez mondjuk, ez egy jó dolog egyébként, hogy mindig, tehát nem ugyanaz van, hanem mindig mást kell raknod. Igen. Ez nagyon jó. Igen. Hogy véletlenszerűen csinálja azt az egészet. Igen. De amint látom, itt egyelőre ugyanaz a befejezés lesz. És mi van, hogyha én oda megyek és elszaladok? Szerintem ja, nem tudok. Tudsz. Csak googolni tudok. Jó, ugyanúgy elkapott. Akkor legalább tudjuk, hogy a játéknak az volt a lényege, a vége, hogy a sok tárgyból kellett mindig valamelyiket középre rakni, tehát random. Tehát ez, szóval úgy volt megtervezve a játék, hogy ne tudjad előre, hogy hova kell raknod a dolgokat. Igen. Ez mondjuk egy jó pont szerintem. Ezt én se tudtam, hogy ez ilyen. Igen. Szóval ezt a játékot szerintem, akinek van egy VR-ja, annak kötelező ezt végigvinni. Tehát, hogyha tetszett valakinek a Resident Evil 7, ezt vigye végig. Tehát hiába nézte meg a videót, ezen én most elkezdeném játszani, én ugyanúgy fosnék rajta, tehát... Egyébként van egy nagyon jó... Én is. Nagyon jó atmoszférája van, egy kiváló hangulata van. Ennek hangulata van ennek a játéknak. Te figyelj, Gabesz, valami van itt. Nézd meg a kezemen ezt. Igen, ezt itt? És itt egy kép. A képen ez van rajta. De ez mi ez a jel egyébként? Meg lettünk jelölve, de nekünk már volt ott egy ilyen sebb tapasz a kezünkön. Igazad van. De ez micsoda egyébként? Tehát ezt nem tudom. Nem tudom, de nézek, ugyanaz a jel van itt ezen a képen. Látod? Ez a háromszög, vagy piramis. Látod? Vagy mi ez? És ezt nem tudom megfogni, hogy megnézem, hogy ez mit akar. Ezt a játékot többször is érdemes végigvinni szerintem. Egyébként ez nem a szabadkőművesek jele, de akkor mondjuk egy szem lenne benne egyébként. Igen. Ma az a jele a szabadkőműveseknek. És tudom, mi az érdekes, hogy itt van megint a könyv. Nézd, ja, a kazetta ugyanaz belekerült, és most a könyvben megint megvan. Ha continue-ra megyek, akkor gondolom meg folytathatom a játékot úgy, hogy előről. Ez lehet, hogy csak úgy tudod megcsinálni az egészet, ha többször végigjátszod. Azt mondod? Azt. Simán. És akkor lehet, hogy most már a fejet is föl tudnád venni? Igen. Ha másodjára viszel? Igen. És neked meg ugye más nem engedett felvenni. Hát én ezt a papírt meg se találtam, azért mondtam neked, hogy nézzük már meg, hogy ott van-e egyáltalán, de ott volt. És úgy el van dugva, hogy az ember nem is veszi észre. Persze. Ez többször hát érdemes végig. Észre. Nem, hát ha nem mondod, persze. De nézd, ott a bohóc. Mhm. Figyeld, és így tudok mutatni. Figyeld, így mutat arra. Figyelj, ez is egy új. Ha kinyújtam a kezemet, nem.
Nézd, most nincs mutatói, de figyelj, ha bohócra mutatok, akkor kinyújtja az ujját. Na jó, hát ez para. Jó, köszönjük szépen. Magától nyújtja igen, ki? Igen, semmit nem csinálok vele, csak előre tolom a De move miért kontrollert. csinálja ezt? Ez para. Nem tudom, és nézd meg, figyelj, hogyha ide jövök, ide, és kidugom, Aha. itt nem csinálja. Ha amint ide fordulok, itt meg csinálja. Ez furcsa. És itt a lámpa nem is működik, mert ugye elem nem volt. Itt az lenne a para, hogyha mindig felét fordulna, úgy mint a játékban. Jaj, azt ne is mondd. Hát én ott azt hittem, hogy beszarok ott is az a piros folyosón, hallod. Na, ott volt az a része, amikor én mondom a videóban, hogy én ezt nem bírom tovább játszani. Tehát annál résznél egyszerűen ki voltam. De Hát ott tényleg elhiszem. úgy voltam vele, hogy abba hagyom. Én annál a résznél csináltam ez, Gabesz, ami a... Mondjad már, a... Amikor a csaj megjelent a hátam mögött. De Fú, hát figyelj csak, Gabesz! Mi konkrétan fenn vagyunk a padláson, ezt most nézem. Igen. Ez Ez a a padlás padlás. csak egy kicsit másképp, mert nézek, itt van az a dísz. Úgy De fejetlen egyébként baba. szerintem nagyon jól meg van itt csinálva, hogy alapból benne vagy a játékban már így is, és ez a menü. Ez tök Igen. jól meg van csinálva szerintem. Igen. És Úgyhogy egyébként... ezt a játékot mindenki vigye végig. Igen, aki... És én ajánlom neked még a Don't Knock Twice-ot, mert azon is azért lehet parázni. Figyelj kicsit, egyelőre köszönöm, elég volt. Szerintem meg fogom venni most az Astrobotot, és egy kicsit vigyorogva fogom streamelni azt a fantasztikus játékot, mert a demóját leszettem, és valami eszméletlenül nagyon jó pofa. Én még nem vettem meg, mert megrendeltem eBay-en, de nem érkezett meg. Igen, tudom, és te külföldről szoktál. És visszautalták az árát, úgyhogy én meg úgy voltam vele, hogy akkor leszarom, majd megveszem valamikor. Mm. Igen. De egyébként, ahogy elnéztem, itt is meg lehet venni a Gamertek boltban. Nem tudom, azt ismered, de ott például meg lehet venni. Meg szerintem a MediaMarktban is már lehet kapni. Figyelj, én digitálisan letöltöm. Én... Te nem gyűjtöd ezeket nem, 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 a nem. játékokat. Nem, nem, nem. A Gorecki Zsolt az, aki ilyen gyűjtő. Jaj, Még. Ja. Meg te. De annak is megvan egyébként a szépsége, hogy egyrészt megnézed, és ott van a sok játék. Next page. Következő lap. Én azért nem szeretem digitálisan, mert letöltöd, és nem tudod, és akkor el akarom adni majd valamikor, nem tudom eladni, mert ott lesz a gépemen. Ebbe igazad van, meg attól félünk így kicsit így többen is, hogyha megjelenik a PlayStation 5, hogy mi van, hogyha nem viheted át a store-ban letöltött játékaidat, de... És nem is, szerintem nem is viheted majd át, de amúgy én is ettől félek. Nézd ezt az ikont! Az ikon volt ott fönt, töltőikonnak, ami a kezemen ami volt. Ami a kezeden. Gabesz, ezt De minél mi ez többször a jel? Végigjátszod, ez annál... Annál több mindenre rájössz szerintem. De én nem tudom, hogy ennek mi a jelentőség Nézd, ennek most a nincs ott a kezemen. Nézd! Mert újra kezdtem. És figyelj, tapasztalsz, mikor szereztem meg? Nem tudom, de hogyha már elkezded a játékot, akkor már rajta van a kezeden, nem? Nem tudom, de hogyha rámegyek a continue-ra, ja, arra mentem. Arra mentem előbb? Nem, előbb a restartra mentem. De szerintem most a continue-ra mész, akkor az utolsó mentéstől fogja kezdeni. Igazad van. Akkor rámegyek a new game-re. Aha, akkor tudom a töltéstől játszani. Legyen normál. De én nem tudom, hogy mi ez a jel egyébként, hogy ez mit akar jelenteni. Hát, ha valaki meg tudja magyarázni. Bár én rögtön a szabad kőművesekre gondoltam, mert nem tudom, én ilyen összeesküvés elméletes Aha. vagyok. Na most megint ide dobott. Aha. Na mindegy, nem tudom. Na az a lényeg, hogy nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok, Gabesszal meg én Gabesszal, a Gyurmival.
Így Az van. a kérésünk, hogyha valaki egyébként tudja ennek a játéknak a lényegét, értelmét, vagy hol kellett volna elfordulni másmerre, hogy megtaláljuk a kulcsokat, azt légy szíves írjátok meg a kommentbe, és akkor találkozunk a következő streamelésnél is, és majd nézzétek Gabes csatornáját is, mert ő is nagyon jó streameket szokott készíteni, az pedig le lesz írva ott a leírás résznél. Nagyon kellemes, jó éjszakát kívánok mindenkinek. Hát Gabesz, nekünk az az lesz, nem? Tehát egy ilyen flash után. Az biztos. És én is nagyon szépen köszönöm, Gabesz, hogy segítettél a végigjátszásba, mert nagyon komolyat segítettél, tehát lassabban ment volna a játék. És nagyon élveztem, hogy együtt toltuk végig a végét, vagyis a végét együtt toltuk végig, mert parás volt, de mégis egy picit olyan volt, mintha itt lettél volna mellettem, úgyhogy köszönöm szépen neked. És megbeszéltük, hogy majd a Arizona Sunshine-t azt izé, majd kipróbáljuk. Így van, mindenféleképpen. Mert én még nem játszottam kóban vele. Na, abban is van para azért. Tehát... De az egy jó játék nagyon. Hát jó én játék. Már kétszer végigvittem. Én csak egyszer vittem végig, de szívesen végigviszem veled. És én a izével, én a aimmel vittem végig, nem a move kontrollerekkel. Szerintem én dualsokkal vittem végig. Vagy lehet, hogy move kontrollerrel, mert be lehetett állítani, hogy másképp működjön az aim kontroller. Abban meg a Ekal is segített nekem. Na, de figyelj, viszont Gab... az a jó, hogy a aimmel a kétkezes fegyverek vannak nálad, a move-val meg a pisztolyok. Tehát az nagyon jó ki van gondolva amúgy. Na. Aha. Jó, akkor én is move-val. Akkor végigbüsszük mind a ketten move-val. Mert hogy úgy van. Pisztolyunk lesz. Ott, mert de... az aim controller az ilyen AK-47-es van neked, a move-okkal meg a pisztolyok. De ez hát tök az jó nem egyéb. Nehezebb úgy azért. Hát én nem tudom. Állítólag a move-val jobb. Igen? Mindenki ezt írta a csoportba. A... Na jó, én hát nem akkor tudom. Majd megnézzük. Majd megnézzük. Hát, hogyha esetleg csúnyán beszéltem a streambe, akkor elnézéseteket kérem, de játszatok ezzel a játékkal, és majd meglátjuk, hogy ki tudja nem káromkodás nélkül végigjátszani. Én egyébként ezeket a kemény embereket bírom, hogy hát ő nem félt rajta, meg tudod, vannak ezek az emberek, akik Igen. mondják, hogy hát én milyen kemény vagyok, hogy nekem nem mondja mások előtt, hogy Igen. De egyébként ezt most nézem, hogy de ez duások kettővel is lehet játszani. De hát azzal milyen? Hát azzal így elég béna egyébként, mert így és akkor szerintem felváltva csak egy kezed kapkodod van. A kezedet. Nem. Ha megnyomod az L2-t, akkor bal kezed van, ha R2-t, akkor jobb kezed van. De egyszerre nem tudod használni. Egyszerre nem. És ezért béna. Na jó, megiszok most fél liter vizet, mert szükségem van rá, és elmegyek azt hittem, hogy már csicsikálni. Valami pálinkát. Nem. Azt majd máskor. Na, hát Gabesz, akkor majd találkozunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottatok még egyszer. Jó éjszakát, gyurmafigurák, szia Gabi, beszélünk legközelebb. Na, szia.